elsősorban szeretnénk mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánni. Előadásunkkal csak fokozni szeretnénk az örömöt a napfényes vasárnapon. Nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy közel 3 hónap fáradtságos munka után végre bemutathatjuk a Dollárlapa című 4 felvonásos dohózatot. Nem kevés nehézséggel néztünk szembe, amikor kezünkbe vettük a majd 160 oldalas szövegkönyvet. És néhány próba után elkülönelhettük, hogy nagy fába vágtuk felszínket. Farsangi előadást szeretünk volna, de szomorúan vettük tudomásul, a Dollárpapát ennyi idő alatt profi színészek nélkül lehetetlen előadni. Be kell vallanunk, nem volt könnyű dolgunk, és előadásunkban még mindig találhatnak hibákat a kritikus szemek, de mindent megteszünk, hogy a nagy érdemű közönség a lehető legjobban szórakozzon. Szereplőink ötvédje tanulók, így a próbákat a különböző iskolai programokhoz kellett igazítani. Bemutatnánk szereplőinket egyenként, hogy könnyebben nyomon követhető legyen az előadás. Koltai János, középiskolai tanár. Külön kapu. Koltai Néni, Nagy Angéla. Koltaiék lányai, Gizike. A Fokadika. És Kató. Tarpató. Dr. Szekeresenő, Gizike jegyese. Rozár, Koltaiék alul fizetett cselédje, Szörvősi Renáta. Hoffman Tamás, a Dollárpapa, Koltaiék rokona, Téglás Endre. Kercseligeti Albin, Főispán. Kercseligeti Iván, a Főispán fia, Mezei Nozsát. Brenner, a szövetkezet igazgatója, Jenei Robert. Rosenthal, családjorvos, később rendőrkapitány, Sebők Szabó. Szeredán, közjegyző, Szörösi Béklán. A közjegyző segédje, Kádár János. Rahoszki, a polgármester, Koncsák Attila. Rahoszki név, Mészáros Katalin. Cili, az Orosos Hotel szobalánya, Jenei Magrász. Rautúr, fűszeres, semmi potok. És végül, de nem utolsó sorban, rendező, Sebők Orsolya. Hosszúra kívánok mindenkinek, és nem utolsó sorban türelmet. Kisrég hosszúra sikerült előadásra. Azt a tanja a háztartásomat! Mit látom magam okra? Nem történt!
vagyok. De ki mondta magának, hogy a listát vezessen, kinek mindenkinek tartozik. Mindig mondtam János, hogy cseréljem a fizetett ellenséget. Már hogy lennék a nagysága, amikor nem fizet a nagysága? Mi az? Mit akarsz? Csendet kérek, muszus. Mit tesz te? Csendet, cica. Maga sem bőri azt a cselepet, és takarod egy kínnek. De meg elment a teszed, János. Való menni, elnöknek képzeled magad. Ebben meg valami jöttem, képviselőnek, hogy így Jánosnak. Teszed el magad a cselének. No most a nagyságos úrra kerül a levelő. Megfelelően, ha bemaradnak a libát a dolgozatban. És ha bemaradnak, akkor 10 évvel később és tőle a fizetési rangosztályban. Te, minimum! Ne, aki masszívum, ha lehet minimumra tudok hazahozni elsőjét. De mucus, akkor felzívolni, de ne? Akkor bárhova mész? Hogy kevesebb jövedelmünk lesz. Ha, nincs kevesebb a kevésnél? Jól mondasz, hát nem mucus. Hogy azokat a cirkátok? Inkább azt mondd meg, mi lesz velünk? Jöjjön, Jenő, csend van! Gyertek, csak este! Isten hozta, fiam! Kerüljön, teljes, ott voltam!
Jenő azt mondja, hogy egy ötlete van. Prima ötletem van, Tilda néni. És mit céloz az az ötlet? Hát Istenem, hogy nekem, meg a Gizikének ne kelljen várnunk. Csak hallgassátok meg, mama. A Jenő okos fiú. Tetszik tudni? Ebből a dollár papával. Hagyja Jenőként. Abból már nem jön ki semmi. Sokat gondolkoztam. Nekünk ez a dollárpapa már nem használ. Azt hiszem, jó volna halottá nyilvánítani. Ez az az ötlet? Kérd! Nem prima. Ebben közelebb jött az örökség. Ez fölrendítene egy kicsit a hitelt. Ez időt adna, amíg egy másik ötlet született. Hagyja csak Jenőként! Hagyja azt a dollárpapát élni! Szegény emberek vagyunk, de szerhámosok még nem. Ne sietesse, fiam! Krőzusz is meghalt! És Krőzusz is! Majd mondok én egyedet! Halljuk! A benned van. Na most jön a jó, a gyereke! Na jöjjön, gyerekem, hát hogy találunk valamit. Ez egy csokolom a sáros asszony! Isten hozta Brennerről! Jó napot, tanárunk! A szerencsém, Brennerről! Igazán örülök, hogy itt van tanárunk, tanárunk Réka. Megengedik, hogy átmenjek a szomszéd szobába ezeket a dolgokat, mégis ki kell javítani. Elég csak János, Brenner úr megbocsát. És különben is a nagyságos asszony, a pénzügyminiszter. Ó, hogy nincs pénz, ott nincs pénzügy. Nem kell pénzügyminiszter. Nagyszerű mondás. Miért azt addig tudni, hogy azokat az apró bátókat, amelyek a tanár úr nevében fogalomban vannak és fedezetlenek? Igen. Azok a vezetőségem mellett álló szövetkezetnél egyesítette. Nagyon kedves útől, Brennerő. De most még csak arra kérem, legyen egy kicsit türelem, mert még hozzájött az örökséghez. De meddig? Hát, egy kis ideig. A kanadai rokon után? Hát kérem, az még meg se hal. Jaj, hogy nem is hiszi, hogy milyen közel volt hozzá az imént. Mikor? Alig 5 percet. Ezt igazán csodálom. És különben is, nem hiszi, hogy Hoffman Tamás, aki ezelőtt 20 évvel ment ki Kanadába, az én közeli rokonom. Ó, kérem, Kanada! Aki olyan távol, az a közeli rokon, aki olyan távolra ment, az majd nagyon távoli rokon. És a tanár úr adósságai már 5000 kanonára rúgnak. Sok, még vagyonnak is sok, hát még adósságnak. Tetszik tudni? Tanár úrnak már megpendítette. Özvegyen távolra. Higgy el, jobb egy özvegynek. Két fiacskám van, nagyon kedves gyerekek. Én sem vagyok még olyan öreg ember? Arról szó sincs benne. És én? A Gizike kisasszonyra gondoltam. Az én Gizikére! Igen, arra. Hát, kedves Brenner úr. És akkor minden rendben volna, nem igaz? Nem fogom az apósomat se lefoglalni, se elárverálni. És ezt megemlítette a férjemnek is? Úgy, körülbelül. És mit válaszolt? Semmi. Na tudja mi, Brenner úr? Miért ne házasodok volna meg? És miért ne lenne fejszek a gyerekek? Hát akkor
tiltakozunk! Hallgasson a jobbik eszére, fiam! Szerelmesnek az nincs, csak rosszabbik van! Nem vitatkozzunk, ismétlem! Szünet! És azt most befogom jelenteni a gyerekeknek is! Lányok! Napi parancs! Hát nem kapom vissza a jenőt! Bár, mindjárt elszöktetjük! Ne tréfáljátok, lányok, anyátok, nagyon kérdezik! Egy Giza! Kata! Ne neves! Láttam, hogy most következik azon, semmi ne lehet valódni! Nem nevetek, mama! Egy Giza! Csak ugyan nem kapod vissza a jenőt! Hogy, mama? Most már mondtam a jenőnek is! Egy kis szünet jön! Sinóra, frissítőket kérünk! Nem találkoztok egymással! Se ír, se másik! Biztos, hogy ez így lesz? Egészen biztos! Na, én abba kételkedem! Kattó, ne haragítsd a mamát! Nem tépítek szét ennek a kisvárosnak a rasznél a száját! Mert miután ebből a nagy szerelendő házasság nem lehet, csak egymásság lehet! Akarsz egy kisasszony maradni? Nem akar! Én se akarok, de mama se akar! Kattó, ne haragítsd! Családi tanács van, betettem a garast, én is beszélhetek? Kattó varányom, mit kapsz a mamától? Az mindegy, akkor miért tanul leszek? Jó, csak várom a végét! Kijelentem, hogy nincs szemölöm, mint a szeret. Bravo, bravo! Hoppá! És nevetséget a szerelmet, anyagi kérdéseket össze kell várni. Én vagyok a fiatalom, mert előre védem a jogaimat. Befejeztem már? Még nem, mert látom, hogy a Giza úgy sem elég kinyitni a száját. Ha én olyan tudik szerelmes lennék a Jenőfé, ahogy ő van. Nem is igaz. Az más. Na, akkor én mégis. Né, ha te sem tudod, mit akarsz, ne így innen. Most felnőttek, komoly parancskodnak. Hát, ha mindenki ellenem van, én el is mehetek. Hát de gondolka! Csak hagyja. Ha nincs itt jobban, elintézhet. Ha én fülig szerelmes lennék a Jenőfé, mint ez a Giza, a Liba. Hát akkor engem elszökítünk velem, ügyvédi iroda meg jövedele, mert mindig azt mondjátok, hogy kell a manoknak. És mi az, hogy egyenlőre? A szerelemben nincs egyenlőre. Addig, ameddig a dollárpapa meghal. Tiszteltetem a dollárpapát, semmi közöm hozzá. De ha én csalkolózni akarok, az attól függjön, hogy Kanadában egy öreg ura, akit nem is ismerek, betege vagy egészséges. Én tehát mama most már megvertem, a rögtöni házasság mellett szavazom. Köszönöm a formatesztet, mi a lettik a egyes? Tetszett a lényeg is. Meg vagytok kalandulva! Fűszeres, szabó, suszter, nem tudunk fizetni, nyakig állunk a vátori állatokat, és lakodalmazunk, családokat alapítsunk. Úgy van, hogy szép az élet, ha zajlik. Kuffert hozott a Sánta Troger az állomáson. Hoffman úr jött meg Kanadából. Kicsoda! Hoffman úr vagyok hívják. Honnan? Kanadából. Senki sem, gyerekek! Én nem vagyok nyújt asszont, a lábaim reszkednek. Mirákuló, mirákuló, mirákuló. Fogadjuk a dollár, papa! Pardon! The family Jorge? Yes! Jorge család! Maga az bácsi! Isten hozta nálunk bácsikát! Szálve, szálve! Barátnak a szívélyes küszöbön! Dollár, papa, dollár, papa! Te vagy a legaranyosabb öregről az egész világ! How do you do, Mr. Hoffman? How do you do? Good bag, good bag! Very well! Tessék helyet foglalni, bácsi, tessék helyet foglalni! Igen, ide tessék, ide tessék! Köszönöm, köszönöm! És nézzétek, milyen szép öreg úr! Mert látszik rajta a jó mód? Csipkató! Csipkató! Kedves rokonáim! Nagyon örülök, hogy ennyire örültök megérkezésemnek! Megbocsánat, kérek tőletek, hogy ilyen rosszul beszél a nyelvezetre! De 20 év egy nagy darab így él. Amióta Kennedyben letelepedett a vágó. Yes! Letelepedtem. Azóta kevés magyarokat néztem. Látott a vágó. Yes! Hozzám! Egy kis ennyivalót hozom be! Csak a vacsora hús van! Ne vagyok, jól azt hozzá, ami van! És akkor mit teszünk még?
Nem magadok! Hát csak tömével a vacsorájukon. Majd engeditek, hogy bemutassalak magatokat Baronekem. Te biztos Corty James vagy, a professzor a college-ben. Igen, bácsi, így van. Ez a te asszonyod, az egy kedves unokahúgó, Matilda. Ezek a ti gyöngetek. Nem, hallod bizony, hiszen a bizony nincs itt benne. Még nem látta a bácsi. Na, majd én akkor behívom. Na, maga csak ne legyen olyan szívélyes, János! Elígy a bizáért! Megyek, szívem, megyek. Csizike, az is a ti gyöngetek. És ez itt a mi kislányok a katunk. Mi magát nagyon szeretni fogjuk öregből lányunk be. Tisztelt, nagyon csinos lány. Ez itt a ti fiúkocsó? Ő is nagyon csinos. Nem, bácsi, ez doktor Szekeres Zseni. Fizika vőlegénye. Na, ne jönnék, csak ne olyan sietős. Vőlegény, that's bright, congratulations. Ez is a rokonom, kedves kocsi. Szekeres. Szekeres, kocsi. Biztosan megtetszett éhezni Kanadából idáig. Egy kis hidegsült. Hidegsült? Nagyon köszönöm. Tényleg éhes vagyok. Elfogyott a kicsi pénzem. És a tolajaimot nem akartam megváltani. Hosszú volt az út, és drága. Hallja a katóka. A fősvény az öreg. Hát még a villamosok is drágának valamit. What? Ami drága, az drága mindenkinek. De most már nem kell a kicsi pénz, mert megérkeztem, nálatok. A legjobb volt, bácsi, a legjobb volt. Ha tudná a bácsi, hogy vártuk, mint a messiás. Nagy tisztelet, Ream. Öreg Hoffman nem is tudta, hogy Európában a rokonai ennyire megbecsülik. A tenyerünkön fogjuk hordozni, bácsi, jöjjön. Nehéz volt a sorsuk a bácsi nélkül, olyan régen nem hallottunk. Már azt hittük, hogy tetszett házasodni. Isten meg, Isten meg! Kennedyben egy asszony nagyon sok betűrűl. Nem találom, a kizár nincs a szobájában. Mégse jár, hogy nem tudjuk bemutatni a bácsinak. De János, tudod miért nem házasodott a bácsi? Drága volt az asszony. Tényleg nem házasodtam. És ti egyedül vagytok a rokonai. Ez beszéd. Ezért gondoltam, ha Európába visszajövök, egyenesen ti hozzátok beutazom. Mikor a műhelyt eladtam... Gyárad, bácsi! Mit szólnak hozzá műhelynek nevezni? Úgy mondjátok, gyár. Gyár, persze, hogy gyár. Ti jobban tudjátok a nyelvezetet. Mikor a gyárat eladtam, elolvastam a pénzet. Tőke, bácsi. Annak úgy mondják, hogy tőke. Tőke. Elolvastam a tőkét, azt mondtam magamnak. Hoffman, te már egy öreg férfi vagy. Neked Kennedyben már nincs mit keresni. Ez a pénz... Tőke! Ez a tőke elég ahhoz, hogy visszamegy Európába. Elég? Hoffman, mondtam magamnak. Európába visszamész, és ottan bejársz a kedves rokonaidhoz. Akik egy híres emberek, professzor a college-ben. Ó, bácsi, nem vagyunk mi híresek. De még lehetünk. Nem, te azt akarod, hogy mindjárt olyan híres legyek, mint Cicero? Mondhatnak a Cicerónak lánya? Na, mert ha lett volna, bizonyára tudta volna, hol van a lánya, ha egy ilyen nevezetes vendég érkezik a házhoz. Én mondtam már tudani, hogy megkeresek. Mondtam már magának, neked maga ne legyen a szíves, János! Menjek már! Hát, van benne örömség, kedves rokonom! Azért boldogok vagytok? Ó, bácsi, a boldogsághoz sok kell! Én gondoltam, azért rokonaim Európában boldogan, és hogy is mondják, jó meglétben élnek. Lesz ott egy kis hely az öreg Hoffmannek. Ilyen kedves a bácsi! Ó, bácsi, a boldogság még csak megvolna, de a jól lép! Arról eddig igazán szó sem volt. Anyus, hát ezt ne is mondd a dollárpapának. Ővel se tud képzelni más, mint jó létet. Nem volt jó lét? Igazán sajnálom. De most van?
Hát, ezen túl lesz! De lesz ám! A kutya fáját dollárpapa, de szeretlek! Hát történt valami, kedves rokonaim! Hát Istenem, a legjobb történt, ami eddig történhetett! Megjött a bácsi! Mikor már nem mondtuk róla? Hogy tetszik tudni, bácsi? Ezek a nyomorult magyar viszonyok. Nem elég, hogy tudják, hogy az embernek egy milliómos rokona van? Látni akarják! Rossz emberek! Hát nem látják, azt hiszik, mesebeli milliómos! És van, kedves rokonáim? Micsoda? Hát egy milliómos! Hát, hogy ne volna? És hol van? Ki az, kedves rokonáim? Hát ki lenne, hát maga az bácsi! A mi aranyos bácsikánk megeszlek dollárember! Én milliómos? Valami félreértés van? Egy millió dollár sok pénz! Most 8 millió korona! Na Istenem, ha mi megijesztjük a bácsit? Hát nem úgy gondoltuk, hogy kerek 1 millió dollárja van? Egy 500 000 dollár is millió most jelent? Sőt, még egy 250 000 is. De mennyire? 100 000 korona az 1 millió dollár bácsi. De ne kutassuk most a bácsi vagyonát, még meg sértődik. Dehogy sértődöm, kedves rokonaim. Meghízadagban érzem magam, a vagyonomról beszéltek. Nekem nincs egy 250 000 dollár. 100 000 dollár? Ó, hatalmas ki! Nekem 100 000 sem nincsen. Hát akkor mennyi van? 10 dollár aranyban. Ezt hozom emlékbe az egy kedves rokonaimnak. Isten atyám! Hát ilyeneket miért tudtatok csinálni? Hát a bácsinak nincs pénze! Nincs? Nincsen! Nincs! Miért volna? Hát a bácsi nem gazdag! Nem! Miért volnék? Hát a bácsi nem Kanadából jött! De onnan? Ti azt hiszitek, hogy ott? Az mindegy, hogy mit hiszünk. Hát a gyár! Igen, a gyár! Mondtam, hogy a gyárat eladtam. Kaptam miatta 2000 dollár. Gyár? Nem úgy mondjad, gyár? Ha, harsányan kacagok! Ezen vacog! Nem műhet. Vacog, bácsi, vacog! Ti jobban tudjátok a nyelvezetet. Mikor a vacot eladtam, elolvastam a tőkét. Tőké? Nem úgy mondjátok, tőke? 2000 dollár, sifli! Pénz, sok pénz. Sifli! De honnan az a 2000 dollár? Kifizettem belőle az adósságokat. Jóvai pénzre megváltottam a többi. A többi? Többi? Úti költségre. Az el is folyott. Maradt 2 5 dolláros aranyban. Ezt hozom emlékbe az én kedves rokonaimnak. Haja, izé, bácsi, hát lehetetlen. Lehetetlen? Mi lehetetlen, kedves rokonom? Először is én nem vagyok a maga rokona. Másodszor, az lehetetlen, hogy maga nem millió volt? Lehetetlen! Megbocsanám! Az lehetetlen, hogy én milliómos vagyok. Miért? Mert én nem vagyok az! Thomas Hoffman vagyok, aki világéletemben szegény ember voltam. Fúj, szégyellje magát! Bácsi, van a maga gyereke! De bácsi, ő nem tudja, hogy minden fűződött az ön milliójához? Impossible! Ahhoz nem fűződhetett semmi. Valamihez, ami nincs. Gondolja meg jobban. A mit, kedves rokonom? Hát én nem vagyok a maga rokona. Ez a szerencsétlen család a maga rokona, mert tönkretett. Én tönkretettem valakit? Tönkretett bennünket mindjárt. Engem nem. Én mindig mondtam, hogy tiszteltetem a kanadai millió most. Amit ön csinált, az képtelenség. Én csináltam valamit. Én semmit sem csináltam. Hát miért nem csinál? Miért nem dolgozott ember? Szálljon magába! Tartson bűnbánatot! Van beszél! Nagyszerűen! Mit követem minden? Ön elkövette azt a hallatlan és az ön hőszfejéhez nem méltó könnyelműséget, hogy nem lett millió. Kedves rokonaim! Megbocsánat köre! Nincs megbocsánat! Hogy felmúlta ennek a családnak a boldogságát, nem csak első íziglen, hanem másod íziglen. Íziglen? What's that? Ő az én színemben is megforgatta a kéz.
Szégy vagyok törve. Végleg lehetetlené tette, hogy egy boldog és törekvő szerelmes pár repekedése boldogsággal koszorúzunk ki. De bácsi, nem akarok szigorú lenni, de ez disznóság. Tőle függött a koszorú? Öntől, ön hallgatok. Én kedves rokonaim. Nem vagyunk a rokonai, kitaphatjuk. Tudja, mit tettünk? Szentségtörő kezekkel széjjel tépte, széjjel szaggatta a Dornápla parancsugaros legendáját. Szörnyeték! Kedves rokonai, én egy szegény amerikai ember vagyok, aki gondoltam, az én gazdag európai rokonaim megtartanak engem. Ilyet még nem hallott a világ. Ez történelmi bunykat zaj. De ha én egy olyan nagy baj tettem, még egyszer megbocsánat kérek, és elmegyek. Isten megállja, bácsi! Elmegy a tanárok atya. Üljön le, bácsi! Mit csinál maga, Jenő? Miért bántja a bácsi? Azért mégis egy kedves öreg úr, ha miért is találtuk. Dehogy bántom, de sietni kell, mielőtt a tanáros vízike visszajönnének. Én nagyon érve vagyok. Bácsi, ezennel önt ismét kinevezzük a mi rokonunkká. Köszönöm. Akkor adom a két aranypénzt, amit emlékbe hoztam az egy kedves rokonaimnak. Jaj, de szép aranyag! Batóka, adja vissza azt a két keset aranyag! Bácsi, vegye vissza őket! Szüksége lesz erre, mert ezennel kinevezem önt milliómossá is. Mit beszél maga, Jenő? Micsoda vicceket csinál? Emel két arany alaptőkével alapítunk meg önt, mint millió. Engem, kedves rokonom? Ő, nem is a spanyol király. Mi lesz ebből, Jenő? Nagyon érdekes, csak hagyja maga. Tildani, engem most ne zavarjon, mert én milliókat harácsolok össze. Tildani, Katóka, ma vért engem, nem? Bács, hol van a műfelé? Elő szobában. Fúj, ha ilyen kofferen egy millió most nem jutott. Tildani, van koffer? Van kettő. Utazókosaruk? Az is van kettő. Cekkeljük? Kettő. Na jön Tildány, hozzuk be valamennyit. Minek az van nekünk, gyerünk? Gyerünk, gyerünk, ne tessék kérdezősködni! Kis kettő, kis rokonom. Ne féljen tőlem, bácsi. Én azért szeretem magát. Fája veszettem már ugyan, de nem lett neki millió most. Ez a kocsis. Szekeres. Mondd velem, mint egy kocsis. De nem bolond ez. Nem, ennek igenis sok esze van, majd meglátja a bácsi. Ki nevez engem milliómosnak? Hát lehet az? Hát nálunk a minisztereket is csak úgy nevezik ki. Azoknak megvan, ami ahhoz kell. De hogy van, bácsi? Hát maga még nem ismeri a mi viszonyainkat. Hurrá! Van elég kofferünk! Két milliómost is ki lehetne stafírozni vele? Hagyja, Tilda néni! Majd én oda cipelek! De minek ez nekünk, Jenő? Mit csinál maga? Most szülöm a milliómot! Nem is jön ki belőle! Milliómos nem hozta a koffert. Ezért a koffer hozza a milliómot. Kedves rokonaim, figyelmez le, hogy én világ életemben tisztességes ember voltam. A tisztességes ember Európában a milliómosnál kezdődik. Így né. Most csak fölépítem a várat. Gyönyörű. Megvan az oroszlány. Hol van? Kiment a kertbe a diófák alá sírni. Hol van? Arcát húzza meg. Hát, te mit csinálsz? A Jenő elintézi a bácsi kodgyászát. Ennyi kodgyásza van a bácsinak? Hát mit gondol, tanár úr, hogy utazik egy milliómos? Egy vakketére meg egy három ingyen. Egy milliómos így utazik. A bácsi most két kocsival átmegy az aranysasszállóba, és kibér az egész első emeletet. Nekem sosem volt több, mint egy szoba. Hogy bácsi? Bácsi, a világ legszerényebb milliómosa. Olyan, mint Attila volt, aki szintén egy szobás lakásban lakott. De itt éljen a bácsi a vagyonához mérten, ami kedvünkért. Jól beszélsz, János! Kezd el szokosodni! Fölébred? Igen, kérem. Tudod, hogy még az ő millionárium sose tudnak tollalni.
olyan nekem életem. Igen. Nagyságos úr, ezt meg kellett ott tanulni. Várjon! Maga nem emel. De jó kedve van magának! Hát hogy nem volna kedves doktor úr, mikor tudom, hogy vége van a keserves életemnek. Félhetjegyek, boldog legyek! Mostanában? Mihez, ha millionárosok kiköltözik a szállodánkból? Miért éppen akkor? Eltetszik képzelni, amennyit régedes áll nekem ez a millionáris? Egy jó napot ért egy amerikai aranypalléttel. Tessék elgondolni, hogy mennyit áll nekem, hogy a hetekig takarítottam rája. Elgondolom. Szép megmondtam, burger. Gondolnak a két aranyok? Terjed a legenda. Jó reggelt, kedves rokonom. Jó reggelt, ott van már. Most mit tetszik meg? Köszönöm kérdéseit, nem jó. Mostanában, hogy is csak mondják, olyan rossz érzéseim vannak. Nem jól. Nem jól. Hát tényleg nincs jó színben a bácsi. Sápok. Sápot vagyok? Sápot. És sovány! Sovány vagyok? Sovány! Bácsi, figyelj, érzem, hogy percet rosszabb tőle! Nincs lázom, bácsi? Tudásom már nincs! Van itt fája a bácsinak? Tudásom már van! Ez feltűnő! Mi feltűnő? Kedves rokonom! Hát, hogy nincs láza, és van étvágya! Gyanú! Megijeszt, kedves rokonom! Gondolja, hogy valami bajom lehet? Isten ments, nem gondolom bácsi. De emberek vagyunk, és a bácsi már nem fiatal ember. Nem. Szabad a pulzusát a bácsinak? Kedves rokonom, doktor? Igen, én vagyok a legjobb doktor úr a városban. Egészen furcsa. 9:10. Folyton be? Mivel? Hát a pulzus. Nagyon furcsa! 9:11? Nagyon kevés! Hát, tegnap ilyenkor több volt! Semmi különöset nem érez a bácsi? Most úgy elgyengülve vagyok! Bácsi, nem haragszik, de minden esetre elmondok egy orvosért! Hoppá! Olyan rosszul vagyok! A bácsi állapota nem súlyos, de a doktor felelőssége minden esetre nagy! Mi bajom lehet, kedves rokonom? Kérdés előtt még tétovázva áll az orvostudomány. Bácsi, nehogy megriadjon. De ebben a korban a legrosszabbra is fel kell készülve lennie. Én nem vagyok felkészülve! Segítsen rajtam, kedves rokonom! Bajon szólni te! Igen, szaladjon el lelkem Rosenthal doktorért, a nagyságos úr beteg. Szent Isten, meghal, én őt kihúzolkodni. Ne féljen, Cigi, ha meghal, akkor is kihúzolkodni. Meghúni! Milyen csapás ez egy ilyen szegény embernek? Ulatyám, már félet leszél, azt tudja, hogy ő szegény. Egy ilyen marha, nagyfizű ember. Hamar, lelkem, hamar! Szaladok, kérem, szaladok! Meghúni! Mindjárt a halandok vagyunk. Honnan tudja a kedves rokonom? Tanultam a Pesti Egyetemen. Jó napot, Jenő! Jó napot, Gizike! Jöjjön, csak jöjjön! Hadd mutassam be a kanadai bácsika! Örülök, bácsi! Hogy érzi magát itt nálunk? Azt hiszem, nagyon szenvedek. Ki gondolta volna, hogy ezért jöttem Európába? Ó, bácsi! Ha meghal, itt is egész jól lehet. Nem tudom, kisanyom. Mikor felkeltem, semmi bajom sem volt. Ez így van. Az ember egészségesen kell föl, és holtan fekszik le. Vigasztalan vagyok. Gizik, adjon egy csapkot! Köszönöm, kedves rokonom, hogy így le van sújtva. Le. A sárga föld. Még csak egy haláleset fog még jobban elszomorítani. Az enyém. Hol leszek én már akkor, mikor kedves rokonom meghal? Az nem fontos, hogy a bácsi hol lesz. A lényeg, hogy én ott legyek. Bácsi, bácsi, gyógyuljon meg! Gizi, Gizi, gyógyuljon meg! Szeressétek egymást, kedves rokonáim! Hallja, Gizike! Egy haldoklónak az utolsó kívánsága! Utolsó? Gyere, hozzám legyen! Látja, bácsi, ilyenek a nők. Egy kis agónia mennyire megrigatja őket.
kedves kocsi! Ó, bácsi, bácsi, kérem szépen, legalább a halálerőt tanulja meg a nevemet! Elvetesség, doktor úr! Jó, van, aztán most mondd beteg! Na majd megnézzük, ha már megnézzük. Ó, igen, van! Kérem, én is hozzászoknám. Van a betegnek végrendelete? Végrendelete? Végrendelet? Hát ottan tartok már! Már tudom, hogy megfendítem, de itt a végrendelet a páciens halálánál is fontosabb. Kérem, én igazán... Végrendelet? Nekem? Why? What for? Minek? Aki meghal, annak úgyse nincsen semmire. Magas bőrcselet, de a hátra maradókra gondolnunk kell, végrendeletre szükség van. Hát, ha Európában szokás... Feltétlenül. Akkor, ami van, azt szívesen hagyom az én kedves rokonaimra. Ó, bácsi! Talán én, mint a főorvos, beszólok a pénzhelyzetére. Hát, ha gondolja, doktor úr... Ó, igen, van. Nyugalom, bácsi. Halló, kisasszony? A hatosszámot a közjegyző irodában. Vége van. Ha végrendelet kell, akkor tényleg vége van. Mindenki tényleg baleset van. Honnan tudja, kedves rokonom? Halló, doktor Zsálát? Itt doktor Rosenthal. Nem vagyok itt adó. Bár a helyzet, ami nagy fontosságú, épp oly szomorú. Meg fogok halni. Mindenki tényleg baleset. Honnan tudja, kedves rokonom? Olvastam a pesti gyufatartókon. Igen, igen, a segédjét is. Óriási vagyok komplexumról lehet szó. Ajánlom magam. Ó, igen, van. Meg fogok halni. Ó, igen, van. Ó, viszont, ó, igen, van. Nem túlságosan erős, de nem is túlságosan gyenge. Mivel középpusztán? Vége van! Megnézzük a szívzőreket. Azok is vannak? Vége van! Szívzőrejek nem is túl jobb, de nem is túl rossz. Arany középút! Jenny! Hallgasson már! Fogja be a számat a szájával is, akkor talán nem hallgasson. Ki kéne magasnak? Gizike! Ha maga nem akar használni a betegnek, akkor siessen haza, papáért, mamáért, hogy ők is itt legyenek. Ó, de hisz azt már régen kellett volna. Kérem, kikér a beteg egy végrendeletet? Ó, akár kettőt is. Közállam, nem olyan rossz, de azért koros embereknek sohasem lehet tudni. A közeldől meg a segédje. Gyerünk, öcsém, gyerünk, nem a bárom, én nem most sem megy a szívot azon előtt. Hallom, hogy nem. Vége van! Ki még? Neki a bátyámra haldoklósítva. Haldokló vagyok! Most már biztos, hogy a közjegyző mondta! Nem tessék haldoklós! Közjegyző egy jó! Ilyen hangosan bömböl egy haldoklelőt, hogy van? Legyen öcsém a téká! Automata pennát hozott magához! Minden előbb a készítő! Akkor egy kis világosságot kérjük! Hát tetszik tudni, történtek visszaélések a halállal! Szabadkainál volt, aki csak a holttestre volt ennél a végrendelkezésnél. Van a betegnek annyira, hogy pedig tájátlan rengeteg adat halmaz? Nálam minden föl van írva a közjegyző. Akkor jó. Minden úgy fog menni, hogy örömlet. Ismerem az ügyvéd úr munkáját. Ügyvéd? Nem doktor! Ügyvéd? Nagy ügyvéd rá. Mondhatom, kérem. Főnök úr sieső. Formulán köcsé. Én, Hoffman Tamás, éternével, az ugyebár jelen van. Öcsi, hány millió most a képek az elme, mikor meg van bolondulva? Mint magának, mikor a legjobzana? Összes érzéseim birtokában dr. Csáratá Bertalan, Szent Mártoni közjegyző és Szent Kárti Vodar, annak segédje elő, ez én vagyok, kérem. Valamint dr. Szegeres Jenő és dr. Rosenthal Izidor, Izor, mint tanúk jelenlétében, mert az urak nem, de vállalják a tanúságot. Megtisztelve érezzük magunkat.
törvényesen és érvényesen a következőképpen rendelkezett. Testemet a Földnek, lelkemet Istennek. Testemet? Kizet? Adja bár, adja! Doktor Szekeres mondja a többi. Mert ugye tudjuk, hogy nagyon sokról van itt szó. Összes ingó és ingatlan vagyonom, jövedelmeim, javaim, értékeim, hozadékaim, járadékaim, általános örökösévé, kedves és szeretett rokonomat, Koltai János Szent Mártoni főgimnáziumi tanár urat teszem meg. Írja, öcsém, írja, óriási! Óriási! De azt írja, hogy óriási! Ezek ezek lombanunk! Ha lesz még valami, azt szívesen hagyom az én kedves James rokonomra. Óriási! Hogy mi lesz itt az én koltai komámmal? Földolgozni nehéz, milyen fontos pillanat ez a pillanat. Lesz egy kis áldomás a tanár úrnál? Remélem. Rátérhetünk a részletes felsorolásra. Persze, hogy nem. A mesekusici gyárterem, épületek, területek, részvények, címletek, járulékok, haszonélvezet, a Connecticuti mintagazdaság, fundus instruktus, lábas erdő, írtovány, hortovány, jószágállomány, ménes, gulya, csorda, csürhe, haszonélvezet, a Cincinnati acélkogó, magas kemence, ólomolvasztó, rézragasztó, sraknelüzem, gránátműhely, haszonélvezet, floridai magnezitbányok, iparvasút, hozadék, javadék, területállomány, hozadék, javadék, meg minden. Mennyi haszonélvezet, megkapni haszon, hallgatni élvezet. Várj, hogy megpendítem a fotokegi ananász ültetvények. Ananász? Ültetvények vannak? Óriási! Azt sem tudja, hogy milyen hol van. Hát a fotokegi ananász ültetvények csak félig, vagy egészen tartoznak ehhez a vagyonhoz? De melyik vagyonhoz? Amit itt felsoroltam. Ahhoz egészen. Ez szerint ez is felvendő. Becsérték, nincs? Nincs. Bácsi, tudja, hogy körülbelül mit érez? Mi? Amit itt felsoroltam. Fogalmam sincs. Óriási! Egy ilyen magyar általános örökös az én koltai komán. Meg kell üzenni neki! Régen van. Infantum Regina Juves Renovare Dolore. Mit hallunk a bácsi bennek? Csak nincs valami komoly baj az Donár papának. Hallottak jelenti, hát maga is itt volt, hát persze, hogy itt volt. Látjátok, mondtam én, hogy Krőzusz is, Krasszusz is. Azok is, papa! Na szép kitódok voltak már a klasszikus akkorban is. Nem értoztasz, hogy talán nagyon megijedni? Átmeneti halál! Gratulálok, kedvem halál! Hihetetlen szerencse. Önök az általános örökösök. Jelölke maga egy aranyos ember, hogy miket talált ki? Én talán fölösleges vagyok itt. Bácsi benne. Bácsi. Nincs benne, köszönet. Minden az önöké. Minden? De. És egyéb semmi? De ha bácsi lesznek, mi nem is örülhetünk. A pénz nem boldogi. Örömmel jelenthetem, hogy a paciens sokkal jobban van. Bácsi jót tett neki, az a sok jót tett, amit a családjával elkövetett. Gyere, fiam! Gyere, fiam! Városunkra közcélokra nem hagyott a bácsi? Ó, jé, már a város is benne lesz. Ja, kérem, mi befejez a végen, de... Folytassuk talán! Látja Jenőke, maga elkezdte, és ezek abban is akarják hagyni. Legyen az ő akaratjuk szerint. Vannak még kivételező klauzulák? Halljuk.
kivételével, ha pickpocketi cintányért jár és túlanyárnak, mely halálom után azonban eladandó, és értéke, amennyiben az 1 000 000 dollár meg nem haladná, Szent Márton városát illeti szabad rendelkezési joggal. Az eladási érték 1 000 000 dolláron alul maradna, Oltai János tartozik azt 1 000 000-ra kiegészíteni. Az eladási érték a mondott összeget fölül haladná, a maradék dr. Szegeres Jenő ügyvédet végrendeletem végrehajtóját illetni meg. Gratulálok, gratulálok! Csak hogy az 1 000 000-t fölül haladná. Szaladjon át, öcsém, a városházára! Én majd átveszem a pennát, és mondja meg annak a hülye kupottanáknak, hogy mi történt városunkban! Igen, és kérem, vártatok, tehát a pickpocketi cintányért. Menjen csak, menjen! És mondja meg, hogy mi történt városunkban, és mondja meg, hogy kisdek be valamivel az örök hagyó. Mert most végre megkapják azt a 3 000 000-os kölcsöt, amit már 3 éve koldulnak a banktól. Most végre meg lehet. Mondhatom, kérem. Van még valami? Csak 2 tétel van. Képzel el, micsoda zsíros tételek? Kötelezem kedves oltai rokonomat arra, hogy leányainak, és hogyha a jövendőben további leányai születnének. De bácsi, hogy gondolja ezt? Most már csak fiúkról lehet, ne szokj! Ne lehet az eszed, János! Miért ne kérlek? Miért ne születhetnék még egy-két fiam? Megtudom, hogy ilyen hülyeségeket beszélj! A világnak meg... De ne veszedek össze azon, ami még nincs! Kötelezem, hogy nekik egy-egy 250 000 hozományt adjon. Gyönyörű! Bácsi, bácsi, köszönjük! 2 ilyen part, te a mi városunkban! Lesz itt búcsú járá? Egyéb nincs? Ja, még ennek is kell valami? Van, kérem! Kezelő orvosunknak! Még arra, mi gondoskodás esik? Halljuk, halljuk! Volt a bácsinak orvosodat? Nem volt! Halljuk, halljuk! Tehát a gondos és odaadó ápolásban részesít. Az természetes, aki engem ismer, azt tudja. 50 000 dollár fizetendő ki a halálom napján. Na, doktor, mikor temetik? Na, 5 éve, hogy az 2 éven belül velem következik. Az természetes. Én garantálom, aki engem ismer, azt tudja. 2 évben akkor se lesz keresek. Több tétel nincs. Akkor az aláírásokat kérem. Ide! Miért nem tisztább hallgatni? Ide! Ide, kedves! Segéd, de majd otthon aláírja. Én nem is ajánlom magamat. Találkozunk a kaszinóban. Aranykorszak következik Szent Mártonról. Aurea aetas! Aurea aetas! Boldog Sámos! Gratulálok! Én ajánlom magamat, ilyen még nem történt Magyarországon. Viszontlátásra kérem. Köszönöm a betegem a szobájába. Hölgyek esetleg segítenének. Erős vagyok! Mi lesz velem? Ülni fog, bácsi, ülni lesz a mit szól ehhez a szerencséhez? Hát, hihetetlen szerencse. Csak baj ne legyen belőle. Baj? Igen, hogy a bácsi meg ne halljon időnap előtt. Ki gondolt volna ilyet? Tegnap még magam sem gondoltam. Ma reggel jutott az eszembe. Hogy ez így is történhet. De nőként, 3 000 000 lehet ez? Hát én ezt nem tudom. Meg kell kérdezni a bácsi. Ő meg pláne nem tudja. Ha ezt megtudják, a minisztériumban igazgató lesz belőle. Esetleg. Na, ne tervezgessünk, bácsi. Uraim, én most elmegyek, mert azért vannak betegeim, akik nem milliómosok. De visszajövő. Nini, a szövetkezet. Városunk finanszkapacitásai előttek az öreg forráshoz meríteni. Legyen itt van mi. Mr. Hoffmannal szeretnék személyesen érintkezni. Azt lehet. Azt nem lehet. Egy szerény üzleti állatom van a számára. Hol
Ott van a bácsi? Nagyon! Akkor kérhetjük. A nagyságos asszony itt van. Hát kérem, üzletügyről van szó. Hölgyek a söpűvel csak maradjanak. Jó napot! Brenner úr, ez a Mr. Hoffman. Mr. Hoffman, ez a Brenner úr. Brenner a szövetkezet igazgatója. Kivel akar szövetkezni? A bácsival. Tessék elfoglalni a helyet. Ó, nagyon megtisztelve. Arról van szó, ugye már nem de... Immédiás lesz. Parancsol? Nem dohányzom. Ha Mr. Hoffman belevenne engem valamelyik üzletébe csendes kompanistának... Milyen üzletbe? Az tisztán öntön függ. Nekem nincs üzletem. Persze, persze, rosszul fejeztem ki magam. Üzem, vállalkozás. Nekem van, ahhoz nem kell a társ. Igaza van a bácsinak. Oh, jó, de mennyire igaza? Kérem, tudom, hogy ezt csak úgy mondjam, adom már az ön részéről. De mit árt önnek az ön milliókhöz? Ott dolgozik az én 5000 koronátyám. Kamatozgat, kanadai arányokban. A Brenner úr, pénzt akar beadni? Lehetne a bátor? Nekem ne adjon pénzt! Csak egy jól írás! Nem adok írás! Kanadában nem szokás. Gondoljon a rizikóra! Rizikó? Istenem! Ott, ahol annyi millió viadzik, ott! De hol? Amire akarja! Egész életemben tisztességes ember voltam. Éppen ezért szeretném. Ha vegye már át azt a pénzt! Nem veszem a lelkembe! A lelkébe, a zsebébe tegyek! Egy sor írás! Nem adok írás! Ezt csinálja utánam a takarét! Majd igyekszem, hogy utána csinálja. Kész csókomat a nagyságos asszonynak és a kisasszonyoknak! Hurrá! Megvan az első KP! Ez a kocsis mégiscsak balon! Nem értem, öcsém, miért örül annyira ennek a pénznek? Hát mi ez a mi örökségünkhöz képest? Az dollár, de ez korona. De hát a dollár többet ért. Amerikában. Hölgyek, akarnak pénzt látni? Igazi született ezreseket? Én bemegyek, én lefekszem. Én szégyülök, ha nézem ezt a swindlit. Mit mondott a bácsi? Azt mondja, hogy fáradt, nagyon fáradt is. Már esteredik is, leszeretne pihenni. Este eddig, de hisz délelőtt van bácsi! Mit tudja a tanárban, mikor este eddig a milliómosokra? 10 000 korona, hogy ön? Honnan van magának a pénz, Jenő? A Brenner adta, a Gizike kérő. Legyen hozomány a Gizikének. Köszönöm, nekem már van egy 250 000. Mivel nekem csak annyi, hát hogy csak nekem. Nem, azt a pénzt, hogy ezt nálam nem szabad ehhez használni. Miért veszitek el a pénzt? Voltak éppen a bácsié? Na ja. Persze. Annak már van elég, hát adtam neki eleget. Tanok meg ti, hát tanácsok. Te hisz a bácsi valamelyik vállalatába kéne befektetni? A bácsi egyik vállalat, se bírja ki a készpénzt? Kérem szépen, a főispán udvarép és a többi urat keresztetik a nagyságos millionárius. Ízik a csoda, Tilda néni! Ó, a méltóságos úr! Átpásztoluk a divágos jel, ez? Csengeti Ivan, még ismerősök vagyunk. Ó, nagyon, nagyon örülünk. Hogy nem az az a kis méltóságos a nagy monokrival, aki nekem sohasem köszönt az utcán? Rövid látásom lehet azokat. Mi vagyok, ó, divágszálokat észre nem vettem. Ahol van szóvaim? Úgy van, úgy van, úgy van. Kérlek, Arcsi, mint a város polgármestere. Megmondani, hogy miről is van szó. Arról, hogy szeretetünkről és ragaszkodásunkról akarjuk biztosítani az illusztrius jövedelmét. Úgy van, úgy van. Mint értesülünk. Úgy van, úgy van. Az illusztrius bürokrata már is óriási módon adta a tapnyeli városunk iránti ragaszkodásának. Na, ha ennek titokban kellett volna maradnia, de amíg ezzel Csáradá barátunk intézkedett a
afelőtt, hogy elmondhassuk a nagy költővel, Tetőci Sándorra. A jó, mit ember tesz, gyakran túléli ő, a rossz gyakorta sírva száll vele. Nem fordítva kérdő! Úgy van, fordítva száll sírva vele. Részvétel hallottuk, hogy a kitűnő ember barát, a párodat gyöngélkedik. Doktor Kram, ön pedig, mint a nagyszerű férfiú kezelőorvosa, vigyázz a betegünkre. Hát méltóságos uram, itt betegségről már szó sincs. Így van ez, kérem! Garantálom. Garantálja? Itt a kezem. Hát, csak hagyja. Te kapcs, kérem. Nem volt izraelita ez a hó? Az egész család református. Református? Akkor rendben van. Kérlek, uhaim. Mit szólnátok ahhoz, ha ezt a nagyszerű férfiú Vágosunk megüresedett polgármesteri állásába kandidálunk? Bravo! 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 Nagyszerű! De kérje, ez az állás nem üresedett meg. Ezt ki mondja? Én a polgármester. És én a főispán. És én a főispán azt mondom, hogy megüresedett. Uhaim, lehet a szerencsénk a polgármester jelölt úrhoz? Hogy ne ő is! Már is elővezetjük! Doktorkám, hogy van a bácsi? Nem fog neki megálltani? Ugyan már, méltóságos uram, kinek álltott már meg a polgármesterség? Éjjel! Én hárító! Én elhárító! Szeretett tisztelt dohátom! Bocsáss meg! Ne hallgass, ha nyugalmad a tavalé! Öreg férfi vagyok! Csak bácsi a jót akar! Bármennyire szeretnék tisztelni törékeny örökségedet! Úgy van! Most minden fogma szerint felajánljuk neked városi polgármesteri állását! Felelősség nem az enyém! Én hárító! Én elhárító! Beszéljen! Halljuk! De mit beszéljen? Majd, amit én mondom! Kedves barátaim! Miért suga bácsinak? Hiszen ő a polgármester, nem maga! Igen, most ne zavarnom! Világ életemben szegény ember voltam! Jenő, mit csinált maga? Szegény, de becsületes ember. Éjjel! Ami van, ha van valamim, az csak két kezem munkájának köszönhetem. Úgy van. Távol Európától, varrejtékes munkában töltve 7 napot, mindig boldog szívvel gondoltam szülőhazámra. A te házadnak, hazádnak, hazudnak rendületlenül! És lássam, mi lett ebből a városból! Bolondok háza! Tündérország!
most! Irodám úgy megy, mint Bászonyi Vilmosi! Istenem, hová jutok én még, hová? Illaválok, fiam, illaválok! Mama, kérem, mama, kérem! Kezét csokkolom, Gizike! Jaj, de gyönyörű! Gyönyörű, máma! Ne mondja! Mama, a képzeldagató nem akar felöltözni. Jó nap! Mit van, hogy egyébként? Mit hallott a fejlottás? A vendégek mindjárt a napunkban lesz. Bánom is én a vendégek. A vacsoromat! A vacsorát nem lehet visszarendelni. Ha nektek éppen elnézést, és nem tartátok meg a vendégek a vízivel. Köszönöm szépen, nem kérek belőle. Megkap, megbörödve! Mama, én visszalépek. Meg van hőtörödve! De kaptókkal! Maga ne beszéljen rá! Maga ne! Miért? Azért, mert majd egyszer elmondom. Ilyen okos ember is nem jön rá. Hát kérem, én nem beszélem rá. Mit magáztok? Hogy ne beszéljen rá, Jenes? Szóljon neki már! Ugyan maga, a kató csak affektál. Hiszen majd meghal az örömtől, hogy belőle méltóságos asszony lesz. Ki a magáért? Szóval mégis rábeszél? Hát persze, hogy rábeszéljen! Már csoportosítom az érveket. Először is... Jó, a többit hagyja. Már rá vagyok beszélve. De figyelmeztetem, hogy maga beszél rá. Mondd maga! Megelszülök! Ez nem lehet igaz. Most meg te kezded! Hát igaz is. Én vagyok az idősebb, és a katon megy előbb férhez. És ha én mennék, akkor is csak te is asszony lennék egy negyedmillióval. A katon meg méltóságos lesz. Miért ő a méltóságos? Én meg csak a tekintetes. Ezt tessék nekem megmagyarázni. Kifele! Tilda néni! Katonnak igaza volt. Ma egy füst alatt elintézhetik az én eljegyzésemet is. Látja, milyen türelmetlen a Gizi is. Jaj, maga azt látja, fiam, mert én más látok. Ez a legnagyobb igazságtalanság. Az a senki eljegyzi a katot, én meg nem jöttek el senki. Én fellázadok. Bácsi, bácsi, hát maga még nincs felöltözve. Nem vagyok. Fölítom egy cédulát, hogy frakban legyen. Bácsi, menjen a szobájába, vegye fel a frakját. Nem megyek. Én nem csinálom ezt tovább. Nem akarok rozsmajon lenni. Én világ életemben tisztességes ember voltam. Most nem az. Most milliómos. Én fellázadok. Gyere, még lemagadsz a saját eljegyzésedről? Tessék csak bám bízni! Nekem cserigeti mindig jelen van a saját eljegyzését. Ó, milyen csinos masógor asszonyka! Csak hogy észrevette már! Gyerünk, siessen, a bácsi várja már! Sietek, sietni! Hogy mit történnek? Méltóságos uram! Talán szólnál a fiadnak, hogy menjen az alájába? Fiam! Hát ez itt az a hátó? Iván, vigyed el engem is! Gizike! Nekem szülök! Hát ez mi a baj, kedves máta? Hát a szekeres urat türelmetlenül várja a polgármester! Fia, hát akkor ez itt a polgármester? Te vagy a pikkába, ezt nem felejtsd el? Hát de hova menjek? Hány felé menjek? Erre tessék, itt vannak a mi kedves vendégeink! Isten hozta önöket, Isten hozta! Itt a mi szeretett tisztelt polgármesterünk! Éjjel! Éjjel! Segítségre, nagyságos uram! Köszönjük! Nagyon jó! Úgy látszik, mint a kisé megtetszett volna kapni? Ó, de hogy! Úgy látszik, mint a kisé megtetszett volna hívni? Nem, de hogy! Úgy látszik, összeveszett a rokadalikon. Összevesztek el, mint aki húzták belőle az örökséget? Mári, ne gágó! Katica, ne hápó! Gyerek, talán ne legyen! Mindig szekívóz, ez az én mennyasszonyom. De hát hol a maga mennyasszonya, édesfiam? Még nem is láttam ma este. Hát akkor hogyan szekívóz? Hát éppen ezzel szekívóz. Jöjjön, fiam, megkeresni, biztos a szalomba lesz.
Kizike, Kizike! Tessék, hol az Iván? A szalonban, mert szaladjuk áll, no? Na végre, megtaláltam! Kizi, ha is magát keresi? De Kató! Na, most már tovább gondolhatok egymásnak! Kató! Meg legyetek, mert igazad beszélek! Kató! Kizike, most amikor itt vagyunk, akkor egyből kiderül, nem szeret? Nem. Nézze, Jenéke, a helyzet gyönyörűen tisztult. A maga mennyasszonya elrabolja az én vőlegényem. De viszont az én vőlegényem is elcsábítja a maga mennyasszonyát. Mi következik ebből? Mi következik? Még holnak a gyerekek egymásra? Igen, mindegyik másra! Megőrzöttem! Kedves mászai! Remélem, nem feledkeztek meg a legfontosabbról? Jenő, mi a legfontosabb? Jenő, remélem a legfontosabbat, remélem elintéztük már! Te hingetté! Egy kercseliget, de nem ez a legfontosabb? Jenő, fiam, mi a legfontosabb egy kercseligetinek? Hát a füstös fiúk, a malóhé, a cigányok! Te hingették, hát csak ugunk egyet a fiam lakodalmát! Jenő, maga is ugrani fog egyet! Úgy megforgatom a kis menyemet, mint a pörgetjük! Boldog vagy-e, Katinka? Hát hogy ne lennék boldog, ha az Iván vagyok a moda fiában nézhetnék? Hallja, Jenő! Szeretsz a kamerának, vigyél! Hát már muzsikálják is a más ablakodat? Nem, de hogy is, csak elegyen cigányért! Óriási! Tőlem kaptak mindent! Azért bánnak, hogy velem minden este? Szaladok cigányért! Mi az? Mit akar az át? Sátatra kerültem az állomástól. Kicsoda? Mit akar? Honnan? A Hoffmannot tiszteltetem, nagyságaikat már elutazik Kanadába. Szaladjon utána! Szaladjon utána! Én a gyors vonat után kelljen utána! Tessék, vendégeim, tessék! Ó, uram! Primus inter pares! Hallgass, János! Asztal fő! Akkor szó sem lehet! Asztal fő, mert csak egy embernek van joga! A mi polgármesterünknek! Akkor fő! Hol a mi polgármester? Azonnal itt lesz, aztán asztalhoz ülünk! Az öreg tényleg nincs itt, egészen rosszátelmény vannak. Gondolsz, hogy meghalt a bácsi? Az volna a legkevesebb, csak a jelnő volna már. Mit akar az ár? Két egyszerűen jöjjük a fősvárosába, a városházába. Ó, Jási! Mi lehet a maga nevében? Hát, kedves László, mi van abban a levélben? A polgármesterünket vágom. Róla van szó. A mi polgármesterünk nem kerültek ki az illetékes gömök figyelmi. Szent Isten, lefülelték az öregek. Mit beszélsz, lefülelték? Ja, csak lefülelték volna. Királyi kegy, a mi polgármesterünket udvari tanácsossá nevezte ki. Hol a mi polgármesterünk? Túl! Áh, szép! Éljen! Éljen! Én elhárítom! Én elhárítom! Nem az enyém a felelősség! Barátom! Tudod, mi vagy te? Én nem! Csak a kocsis! Én nem akartam! Óriási ez a szegénység. Barátom, tudod mi vagy te? Nekem eszembe se jutott volna, de ennél meg se kérdezte. Csak nem elcsapja a jenőt. Urvahi tanácsos vagy, barátom. Méltóságos, barátom, uram. Képzeld, majdnem ütött a kutla. Hát engem is tiltak is. Ha nem megszökik. Nekem mondja. Vasúti vendégekben voltam cigány. Hát ott álltam az öreget. Miért akart megszökni a bácsi? Mert nem akart udvari tanácsos lenni. Hiába, Amerikából jönnek az igazi demokraták. És az igazi milliomosok?
Hála jó Istennek, csak hogy itt vagyunk a bajból! Tekintetes családát bátornok Ezeze úrnak, Európa Hungári Szentpártól. Mélyen tisztelt uram, kedves honfitár, szíves megkeresésére válaszolólag értesítjük, hogy a munkát, mert szíveskedett megbízni, a leglelkismeretesebbet elvégeztük. Bravo! Bravo! Megállapítottuk, hogy Hoffmann Tamás úrnak, hogy Hobokeni, jelenleg Szent Mártoni lakosnak, Kanada területén... Tiltám, hát ennyire megállt az ő! Mi atyán, ki vagy a mennyekbe? Szenteltessék meg a te nevet! Jöjjön el az te országot, és legyen meg a te akaratod! Kanada területén, telepe, gyára, üzeme, vagy birtoka, semminél nincsen! Mi? Mi a? Milyen nincs? Kinek nincs? Milyen? Hogy van ez téged? Nem hiszek a szememmel! Hisz ez a legsúlyosabb! Az állásomat mentétek el! Rabló, kivárj! Misztifikáció, visszaélés, ki tette ezt? Bravo, Jenő, visszafogyant a vélegénye! Silencium, silencium! Hallgass, János! Beszéljen a polgármester! Bácsi, maga tudja, bácsi! Nem csukok, én harrítom! Én elharrítom! Jenő, sukjon neki! Bácsi, elnye szépen! Akkor csend lesz! Na most beszéljen, öreg milliomos! És elharító! Tisztelt társadalom! Jenő, ne sugjon! A becsapott a mennydörgő és mennkő! Fogalmam sincs, mit mondjak! Tisztelt társadalom! Becsapott a mennydörgő és mennkő! Tartottassam le! Meg a polgármester! Meg ki?
Mindenki tartóztassak le! Világ csúfja lesz a város, hogy az ördög szánkázó végigadon a marha család. Minden hátja bele magát családi dolgokba. Nem igaz, Jenő öcsi? Szentírás, Bandi bátyám. Agyon ütöm a fiamat, ha rendőrnek születik. De hát én most mit csináljam? Én nem adhatok tanácsot, Bandi bátyám. Én nem. Hát csak ilyen barátom volt? Nem, nem a barátság miatt. Na, úri embernek rajta, Bandi bátyám. Anna köcsi, te főtől tartni. Na hát akkor, úri becsüle szavamra mondom, hogy költöik meg a polgármester ebben az egész Miskolanciában tisztáltatban. Nem ők találták ki az elitrumot? Hát kicsoda? Hát én hát. Nem vagy már ilyen köcsém, meg akarod menteni őket. Úri embernek tartani. Anna köcsém, tetőtől tartani. Na hát akkor, úri becsüle szavamra mondom, hogy csak én vagyok a bűnös. Köszönöm, öcsém, köszönöm. Akkor a koltai keresztúval nem is tudott semmiről. És a polgármester sem, senki sem. Tudtam én azt mindjárt. És hogy te tudtál erről, vagy se, azt majd kinyomozom én. A szágos öcsém, szaladok a főispánhoz a friss tényalátékba. Nem szökör meg addig, ugye? Úri embernek tartja Bandi már. Annak öcsém, tetőtől tartja. Na hát akkor. Úgy mondom, öcsém, mert most indul a gyorsvonat az állomáson. Aztán nincs ki rendben az állomás, csak úgy mondom, hogy lecsartoztatni! Kérem a lásom! Lecsartoztatni a kocsit! It is the corruption! Vénye! Könyörgöm a lásom! Lecsartoztatni engem és magát és mindenki! Tessék rámadni a bilincseket! Méltóságos úr, az álló délelőtt nem viseli. Mert engem megfurdal a lelki ismeret. Én stálló. A bűnös elveszi büntetését. Én most nem vagyok szolgálatban. Én nem tartottathatok le senki. Különben is följelentés még nem történt. Én ezonnal megteszem a följelentést. Azt kérem, csak 10 órát várhat a hivatalos helységet. Akkor én megyek a hivatalos helységbe, és megvárom az igazság hajnal hasítását. Ez megőrül. Ott mert le akarja önmagát tartani. Ez hatóság ellen erős szak. Akitől az Isten elveszi a hivatal, elveszi az észt. Hű, ilyen nehéz ügyem sem volt még. Szaladok a főispánhoz. Ez nem igaz! Milyen
nem igaz? Én nem tudok semmiről, én nem vagyok benne. De a mama benne volt, és én is benne voltam. És ki fogja elhívni, hogy a kakarom volt benne? Na látod, Jánoskám! De mondom, hogy nem lesz baj, mert én minden magamra vállaltam. Azt én nem fogom engedni, maga ellen fogok hallani. Talán ki valami okosabb volt. Nem tudok. És nem is akarok. Hát nem érdemes. Hiszen volna nekem erőm és ötletem. Volna. Hogy most valakit megcsókolom. Azt próbálja meg az én lányomat, egy szélhámos! Gyere, lássa be, hogy az ezért mégsem megy. Engem ne csókoljon meg, csaló, gazember. Kizike? Engem csókoljon meg, egyébként. Bravo! Így kell beszélni! Csak mutasd meg! De nem akarom. Kizike, hát amikor bajban vagyunk, akkor ettől kiderül, hogy nem szeret. Én nem most nem szeretem, én már régen nem. Bravo! Katolka, maga mindig olyan jó volt hozzám, és örülem. De mennyire? Hát egy olyan okos ember, hogy lehet olyan buta? Mit szalad egy olyan szekér után, ami nem veszi föl? Hát Isten, megszoktam már. És olyan jó volna, hogyha az ember szeretné valaki. Jenéke. Hát nyissza már ki a szemét, mert nem már tűz szeretni. Te lány, te lány! Róma ledő Sabigába görnyed. Katolka, Katolka, igazán? Nem elég, hogy ennyi baj van, te még újat csinálsz! Mars a szobádba! Nem megyek, annál jobban szeretem. De hát ezt nem csukják a jelnőt! Hát de mi azt csukják be? Ez az ember becsöktölt a tisztességes atyádat, a várost, az országot. Annál jobban szerettem. Csak fájt a szívem érte mindig, hogy miket csinál a kiziét. Aki egy pénz lett a kizió, már rá sem nézett. Csak nézte a konokt is, és a kercseliget fieket. Ne szégyel, kizike, nem szégyel a szerelem. Kizike, így van-e? Hurrá, legszebb nászuk, megyünk a börtönbe! Mit ha veled szeretne? Ne aggódjon, mama! A jelét csinálta, a millióta jelét hozva csinálja. A kizét csinálta, a túl, érted csinálja, ne túl! Katóka! Bizony Isten, én zavarban vagyok. Maga olyan hallatlanul okos, és olyan kedves, és ez olyan szép. Na hát akkor... Hallott a lány? Az elnokáig nem szület, nem pillanán. Mama, most én nekem nincs főlegényem. A katónak kettő is van. Egy sincs neki. A méltóságos kacsariget kell kialakulnak. Tilda, Tilda, mi nem érkezhetünk becsületes emberekkel, amíg ki nem derül, hogy ez a gazember a gazember. Gyere, gyerekek! Én nem vehetek! Én házasságot közvetítek? Rokkolom a kezét, Katóka! A papa a rendőrkapitánya a tárgyat, el akarja kapolni tőlem. Hát ne legyen olyan izgatott kívánc! Megint szekült. Fugalom, barátom, csak fugalom. Te bubintom, mikor van többnek, hogy én nem házasodhatok, mert börtön, se féle magaságot. Ne félj, ha házasodni akarsz. Akarok, de mennyivel akarok. Én már veleket voltam hajadon. Bánom is én az örökséget. Egy kercseliget ki alba nem néz, ha házasodni akar, és ha szerelmes. És én szerelmes vagyok. Kivászállom. Én érzem, hogy szerelmes vagyok. Babátok, azt mondják, te vagy a jobb tanácsos. Az én vagyok. Akkor segít vagyunk. Bánom is én, ha mindenkit becsúgnak, de az én avámat ne bakolják el tőlem. Akinek ilyen édes az arca, ilyen illatos a haja, ilyen... Hely, vagy az nem én vagyok! Te viccet! Te viccet! Én már te téged! Te nem engem szeretsz! Ó, Iván! Kérlek! Ezért és azért, mert te kercseliget csak azt szeretheti, aki őt szeret. Ez persze.
esetre én a jobb tanácsot szeretem. Igaz ez, babátó? Igaz? De akkor kit szeretek én? Mennél valakit szeretek? Hiszen én érzem, hogy szerelmes vagyok. Egy kecsenéget így csak azt szeretheti, aki ők szeret? Ez perfekt. A Gizi szeret téged, én ki nem állhatok. Bubintó, akkor maga az én van. Akkor magát nem engedem, hogy elbogolják tőlem. A papa jön, a papa jön, és én nem akarok hajadon magadni. Ne félj, már kiházasítunk. Jó napot! A mi valaki? Foglalj helyet, hogy méltóságot varázs. Tisztelt Uram! Nem emlékszem, hogy rákozítunk volna. És ne jutogassa a kezét felé, mert nem vagyok abban a helyzetben, hogy megfogíthassam. Miért nem? Mert mint a rendőrkapitánytól értesültem, az egész imposztorságnak ön a szerzője, s ön rövid időn belül le lesz tartóztatva. Le bizony. Nem is volna baj. Persze, hogy nem. A baj az, hogy az ilyesmi nem történik csendben. Botrány lesz. Igen nagy botrány. Hű, de mekkora. Gondolni rossz rá. Méltóságod állása meg fog inogni. Gondolja. Istenem, hát ez a legkevesebb. Nem is volna, hiha? Nem. A méltóságot csak úgy egyszerűen penzióba menne? Nem. Ezt nevezi maga egyszerűnek? De természetes, hogy a kormánybiztos lesz kénytelen kiküldeni a város ügyének rendbehozására. Kormánybiztos? Magától értető. Annyi nagyszabású beruházás, vállalkozás és annyi minden történt, valakinek ellenőrizni kell. Kijön majd valami tejfölösszájú titkár a minisztériumból. Titkár? Nem maga a minisztérium, az biztos. Kérem titkárka. Titkárka? És az öreg nyelcsedigetinek be kell számolni a lagot, hogy mi is történt itt? Az ki van zárva? Ha én be vagyok zárva, akkor az nincs kizárva. Nézzük csak, hogy van-e? Mi is? De minek? Hiszen nem is olyan nagy dolog. Kezdődjét. Kormány. Titka. Sietnem kell, méltóságos uram. Mielőtt letartóztatnak, rendbe kell hoznom az irodába. Öntök, újjék az irodába, öcsém. Hát nem látod, hogy itt tenni kell valamit. Tessék a rendőrkapitánytól megkérdezni, hogy mit. Hát te vagy a jobb tanácsom. Nincs jobb a méltóságodnak tanácsot adni. Én ajánlom magam. Várjon, köcsém! Ne szaladjál! Ülj! Majd parancsot teszi valamit! Köszönöm, legyen szokrom róla! Attila van is trafik! Mint ha nem tudnám, hogy te vagy a legbecsületesebb ember! Ja, ez egészen más! Akkor beszéljünk okosan! Figyelj csak, méltóságos úr! Mi is történt itt? Semmi? Hát az történt! Hogy volt itt egy renyhe, rusnya, utolsó vidéki város, és most van egy ragyogó, virágzó, nagyszerű, ez igaz. És hogy történt ez? Hát úgy, hogy én azt mondom, van valahol valami pénz, és a pénzet nekünk közén van. És a pénz az kulcsállat. Egyik pénz előfújik a másik szagára. Tengere inneni pénz előfújik, megérzi a tengeren túli. Kell valaki, aki furujázott, és a pénzt a furujából előcsalogatszott. Én is furujáztam. Ennyi az egész. Egyszerű, hogy milyen egyszerű. És miből építessük a gyáratat, a vízvezetékeket? A téglát. Igazi volt a tész? Persze, hogy igazi. Mind vettük a téglát? Pénzre. Igazi volt a pénz? A persze, hogy igazi. Hiányzott valahol az a kanadai millió? Ez hiányzott? Miért hiányzott? Hát kiderült, hogy nincs! Na látod, barátom! Ha nem derült volna ki, akkor semmi baj nem lett volna. Nyúltunk mi az a millió? Hát hogy nyúltunk volna? Hát nem is kell, hogy hozzányúljunk. Csak hitelre volt szükségünk. A hitelt megkaptuk, és mindent ki fogunk fizetni. De miből? Hát a gyárunkból, vízvezetékünkből, a villanyvilágításunkból, ez mind jövedelmez.
Nagy szemű ember vagy, bohában. De én is nagy szemű ember vagyok, hogy mindezt megértettem. Én is nagy szemű ember vagy, öcsém. És a többiek, ők is nagy szemű emberek. Ők is meg fogják érteni. Uram, mit kérem? Elfogtok, uhai! Ugye már a megkorló lépések sürgetésében jöttetek! Azonban... Istenem! Közvélemény úgy látszik, nincs egy véleménye! Szamásága itt az urak a karnok! Mit a csalnak itt az urak a karnok? Csendet kérlek! Mint városunk közigazgatásának feje, átteszem az elnöklést! Itt a csengő! Észtől rendelkezik még itt! Hallgatva, betörő király! Válaszom a kopperát! Vigyázzunk a szóha! Senki nem lopott semmit! A lovag nagyon jól tudják, hogy széles hazánk határain belül nincs senki, aki a közélet szigorú bőven, a korrupció áldázott ellensége valamint én! Úgy van! Úgy van! Az óvattán más eleménye vannak? Ó, dehogy! Világérse! Na látják! Az óvaknak van eszük. Az óvak tudják, mi történt. Semmi! Volt itt egy renyhe, húsnyi a utolsó város. Most van egy nagyszerű vihágzó, ragyogó! Ez igaz, ez igaz, ez igaz. Na látják! Látok én. Az egy fogus a hálat. Az egyik elefújik a másik szagába. Tengeren innen is pénz elefújik, ha megérzi a tengeren túli! Úgy van. Csak kell valaki, aki fújászok. És én fújászok. Hát ennyi a megész. Hagyogó fárdogát. Én is tudtam. Na hát, ha tudtok, akkor tartsa a száját! És ami az örökséget illeti... Igen, kérem, azt még meg sem kaptunk. Sikasztás azért történt. Figyelj, csukott a szekeres öcsém magamra. Tudja, mi történt? Hát az történt, hogy amikor Mr. Hoffman végrendelkezést tette, milliói voltam. Hát tudtam én ott. Na, ne szaladj! Mi? Mit mondasz, öcsi? Hát, na, ne szaladj! Ismeri a tulap az amerikai pénzpiacot? Nem ismerjük. Hát, az egy igen nagy piac. Én ismerem. Ott milliárdok húznak el egy fél óra alatt. Volt rá eset? Mr. Hoffman, mint súlyos milliómos jött át Európába. Úgy van. És vagyonával boldogított a családját és városunkat. Úgy van, nagyon szép tőle. És ekkor jött a krach! A vaskra! És Mr. Hoffmannak egy centje nem volt többé. Tehát ezt nem is tudtuk. Miért ne szóltak róla? Tettük volna tönkre a várost? Döntöttük volna romba annyi egzisztenciát? Igazatok volt, Mr. Hoffman szilárd lélekkel viselte a csapást. Egy óriási vagyon romjai a saját személyével nem törődve dolgozott a város fölvirágoztatásnál. Igaz, az úgy dolgozott, mint egy állat. Mint egy íhonfény! Meg látszik, hogy többilliómos volt! Küldöttségileg kell felkeresnetek az illusztris káhosultat. Én fogom mindenfélesen üdvözölni. Én csáltam a végrendeletet, én tudom a legjobban, milyen volt. Kérlek, méltóságos úr! Mit csináljam? Tartoztassam le a polgármester? Váltig ragaszkodik hozzá! Ez ez a küldöttsége! Ó! Ó! Hát a polgármesterünktől! Gyerünk! Gyerünk, megvan! Katonka, megvan! Na, ezért megcsapkodom. Hát, ezek is menjek, hát az én is ez! Kedves bátyám,
itt is történt egy kis átcsoportosítás. Katóka nem a fiadé, hanem az enyém. De akkor én nem tudom visszaadni azt a fábert, nem is kell rokon, hiszen az már a családban marad, mert dolgozik két szereti. Kicsit dolgok már a fejem. Nem baj, a mondok, hogy nem esett le róla. Tiltakozom, tiltakozom. Na, mi a? Mit nyekezek ez a gyerek? Nem tűzött, hogy egy doktor szekevesnek legyen apája. És én hajadom a vagyok, mert nekem nincs apa. Ki mondja, hogy neked nincs? Hát van. Hát persze, hogy van. És itt milyen takaros kis fehér cseré. Hol van? Hát ott mellette! Méltóságos uraim, én mosom kezeim. Nem mosak, hogy! Kedves nászogom, tudjuk, hogy téged kertentő katasztrófa ér. Mert a szilárd lélekkel viseltet a csapás. Történtek a hogy elrontsák most? Hát elveszi az Iván, hogy izál. Hát miért ne vennél el? A történt, utána. Apa, én még lány maradjon! Az Istenem lányom! Inkább én zárdába lányom. Hát, mondjátok az én szemekes barátomnak? Hát barátom? Hát, persze, hogy barátom! De hát, nem sokkal. Az én barátomat! Hű! Csak a hantálom, hogy városunk képviselője két éven belül. Megkapom a katlókát, vagy nem kapom meg? Éjjel! Éjjel! Nem barátaim, én Harrytól! Én Harrytól! Visszaélés történt, mindenkinek meg kell okolni! Ragasztom magam hozzá! Visszaélés történt, mindenki el a pénzsömbe! Visszaélés történt, de éppen az lehűlt ki, a visszaélés nem történt méltóságot találtam. Tudjuk, hogy téged a rettentő katasztrófáért. De te, szilárd lélekkel viselted a csavart. Óriási vagyon gyomjain dolgoztál a város fővilágot. Kedves faházom, bocsánat meg neki. Éjjel, éjjel, éjjel! Ezt jól megcsináltam? Katóka! Hát mégis kisültöm, miért csináltam én ezt a hadszat, cári?